Én is szorosabb meccset számítottam, de nagyon boldog vagyok, hogy végig mi uraltuk a meccset, és maga biztosan tartottuk a kezünkben, mind támadásban, mind védekezésben, és úgy gondolom, hogy jók voltunk, de védekezésben azért van még mit javítani. Ott kell keményednünk, de úgy gondolom, hogy szerintem a további meccsek ellenünk biztos, hogy szorosabbak lesznek. Azt gondolom, hogy gyorsabban futottunk, és gyorsabb kézilabdát is játszottunk ma, és nagyon jó volt a védekezésünk. Nagyon oda kellett koncentrálni, és nagyon össze kellett szedni, mert az elején azért adok-kapok volt, és ott egyik csapat részéről sem volt jó a védekezés, de amint helyreállt a védekezésünk, onnantól kezdve több góllal le tudtunk menni, és így a vége már tényleg könnyű volt. De hát azért lehetett látni, hogy a Fradi erre a mérkőzésre azért annyira nem készült. Minden mérkőzés egy új lappal fog indulni, de lehet ebből kiindulni. Ugyanúgy kell mennünk, és ugyanúgy nem szabad ebből kiindulnunk, hogy most itt 10-en nyertünk, mert nagyon jó csapat a Fradi, ezt megmutatták egész évben, hogy nagyon jó csapatokat vertek meg. Úgyhogy minden meccsre ezerrel kell készülnünk, és remélem, hogy a Bajnokok Ligájába is 2 győzelemmel megyünk el ellenük. Ez volt az első a rengeteg Fradi elleni játékból, és természetesen szeretnénk megnyerni a többit is, úgyhogy megpróbáljuk megismételni ezt a jövő héten is. Én úgy gondolom, hogy váratlan nem tudnak húzni, max sokkal jobb teljesítményt fogják nyújtani, jobban fognak akarni, jobban fognak küzdeni, úgyhogy teljesen más mérkőzés lesz.